az ESG 42310 SW típus jelzésű Electrolux szabadon álló mosogatógép, egy 45 centi széles, 60 centi mély és 85 centi magas készülék. Energiaosztályba sorolását tekintve D kategóriás, ami azt jelenti, hogy 100 mosogatási ciklus alatt 63 kWh az energiafogyasztása, mosogatásonként 9,9 liter vizet használ, 9 terítékes a készülék és 45 decibel a zajszintje. A készüléken a főkapcsoló az ajtó élén kapott helyet, ha ezt megnyomjuk, akkor már a homloklapon lévő vezérléssel tudjuk állítani a programokat. A programgomb többszöri megérintésével tudunk lépkedni a programok között, ugye pici lámpa világításával jelzi, hogy melyiket választottuk ki aktuálisan. Van benne egy 50 fokos energiatakarékos program, van időalapú mosogató program, ez ugye lehet 160 perces, 90 perces, 60, illetve 30 perces, az utóbbi kettő esetében viszont nincsen szárítási fázis a program végén, tehát meg kell várni, míg lecsöpög, leszárad magától, vagy el kell törölgetni, ha valamire sürgősen szükség van. Emellett még van benne egy automata program, itt a készülék érzékeli, hogy mennyire pakoltuk tele, ehhez igazítja a program során felvett víz mennyiségét, és azt is nézi, hogy ezek mennyire szennyezettek, ettől függően 45 és 70 fok között addig melegíti a víz hőmérsékletét csak, amivel az adott szennyezettséget el tudja mosogatni. Emellett még van benne egy mosogatógép tisztító program, itt nem a belső terét, nem a mosogatókamrát fogja átmosni, hanem a belső csöveket, ahol ugye a szennyezett víz távozik a készülékből. Illetve van még benne egy úgynevezett zuhanyprogram, ez gyakorlatilag 15 perc alatt 4 liter hideg vízzel nagy nyomással levereti a betett edényekről a szennyeződést, ez akkor hasznos, hogyha mondjuk egy néhány edény kerül csak bele, ami miatt egy komplett mosogató programot nem indítunk el, megvárjuk, míg gyűlik mellé egyéb szennyezett edény, hogy a későbbi indításig se száradjon rá. Különböző opciókkal kiegészíthetőek az alapprogramok, ki tudjuk egészíteni egy fertőtlenítő opcióval, itt gyakorlatilag magasabb hőmérsékletű öblítő vizet használ, aminek segítségével jobban átmelegszik a belső levegő hőmérséklet is a mosogatótéren belül, tehát itt gyakorlatilag kb. 70 fokos hőmérséklet lesz, itt a baktériumok szinte 100%-ban elpusztulnak már. Emellett van még benne egy extra power opció, itt a szórókarból a víz nyomását nagyobb erővel fogja bejuttatni a mosogatótérbe a készülék, hogyha erősen szennyezett edényeket mosogatnánk, akkor célszerű ezt hozzá rendelni. Van még egy üveg opció is, tehát hogyha üvegáru is kerül bele, vagy üveg poharakat mosogatunk, akkor itt maximum 45 fokig emeli a víz hőmérsékletét. Ennél magasabban, ha rendszeresen üvegárut mosogatnánk, akkor ott beindulhat az úgynevezett üvegkorrózió, attól lesz matt, illetve opálos az üveg felülete. Tehát ezzel a 45 fokos üvegkímélő opcióval ez a jelenség nem következhet be. Tudjuk késleltetni a program indítását egy órás ugrásokkal, 19 órával előre el tudjuk tolni tetszés szerint, hogy mikor kezdje a készülék a mosogatást. A bal alsó részen a vízlágyítósónak, illetve az öblítőszernek a hiányát jelzi, tehát amikor feltöltjük a megfelelő tartályokat ezekkel a tisztítószerekkel, akkor ezek a pici világító ledek ugye kialszanak, legközelebb majd akkor fog csak világítani, amikor után kell tölteni ezeket a tartályokat. Itt pedig mutatja a készülék nekünk, hogy a mosogatásnál, hogy éppen melyik fázisnál tart adott esetben, ugye mosogat, öblít, illetve szárít a készülék. Ha a belső részét megnézzük, ugye a 9 terítékes mosogatógépeknél két kiúzható tálca van a készüléken belül, az alsóban van elhelyezve a evőeszköz tartó kosár, itt akár egyesével szelektálva, vagy pedig ha ezt lehajtjuk, akkor ugye nagyobb rekeszeket kapunk, oda is kényelmesen elhelyezhetőek az evőeszközök. Az alsó részen a hátsó tányértartó tüskesor ledönthető, így kényelmesebben elhelyezhetőek a lábosok, fazekak, edények, de ha tányérokkal pakoljuk tele, akkor ha visszahajtjuk függőleges pozícióba, akkor nagyobb mennyiséget tudunk belepakolni. A felső kocsár magasságában állítható, egy mozdulattal ugye magasabb, ugyanezzel a mozdulattal alacsonyabb pozícióba tudjuk elhelyezni, itt pedig kettő darab kisméretű szórókar helyezkedik el. Ez lefedi ugye a teljes kosarat vízsugárral.
A felső részen még helyet kapott ugye a talpas pohár rögzítésére szolgáló kis támaszték, ugye a pohárnak a szárát ezekkel a gumírozott fülekkel be tudjuk szorítani, tehát ez abszolút megfogja, nem tudja a vízsugár elbillenteni, védi ugye az esetleges sérüléstől. Ha nincsen talpas pohár, akkor ezeket fel tudjuk hajtani, be tudjuk csúsztatni, és akkor hagyományos poharak is kényelmesen elhelyezhetőek. Tettek még bele egy gumírozott tüskesort, ami megint csak az üvegáru védelmét szolgálja. A poharak nem egy fém rácson fognak elhelyezkedni, hanem ez a gumírozott rész védi az esetleges sérüléstől, csorbulástól a poharakat. Az alsó kosár alatt található forgókar, egy úgynevezett szatellit forgókar. Itt van egy külön forgómozgást végző egység a hagyományos kar végén, így egy ellipszis alakú pályát fog a vízsugár körkörösen rajzolni, így megint csak lefedi teljes egészében az alsó kosarat. Ugyanitt kapott helyet maga a szűrő is. Az ételszennyeződés nagyobb darabjai ezeken a lyukakon keresztül ugye lefolynak, és itt a két szűrőfal között fognak összegyűlni. Ez bizonyos időközönként ki kell tisztítani majd. Megint csak van még egy alsó szűrő, ez egy lapos szűrő, itt a víz fog inkább kifolyni a mosogató kamrából, mintsem, hogy itt a komolyabb szennyeződések megmaradnának. Szintén alul helyezkedik el a vízlágyítósó tartály. Ide körülbelül ennek a töltsérnek a segítségével akár egy kilónyi regeneráló sót be tudunk tölteni. Itt majd a készülék mindig a program során felvett víz mennyiséghez arányosan fogja adagolni magának a vízlágyító sót. Ugyanez a helyzet az öblítőszerrel is. Itt a kisebb ajtó mögé tudjuk a öblítőszert betölteni. Egy nagyobb mennyiség fogadására alkalmas tartály van itt. Azt feltöltjük, illetve a sót is feltöltjük, ez nagyjából olyan 18-20-22 mosogatás alatt fog kiürülni programtól függően, ezt jelzi az ajtón lévő kezelő panelen a készülék, akkor kell utántölteni. A nagyobb tartályba akár a mosogató port, akár a mosogató gélt, vagy pedig a tablettát tudjuk elhelyezni, attól függően, hogy milyen tisztítószert szeretnénk használni hozzá. A mosogatógép egy airdry funkcióval is el van látva. Ez azt jelenti, hogy a szárítási fázis utolsó 10 percében, amennyire most látható, automatikusan ki fogja billenteni az ajtót, így a mosogatótérben a meleg levegőben lévő pára, ahogy hűl vissza a levegő hőmérséklete, az nem a belső felületekre, edényekre fog lecsapódni, hanem ezen a résen keresztül távozik, így abszolút cseppmentes, száraz végeredményt tud produkálni a készülék. Ez a funkció kikapcsolható, tehát ha valaki nem szeretné, hogy itt nekem automatikusan nyíljon az ajtó, akkor ezt ki lehet kapcsolni, ezt a ajtónyitó mechanizmust. Electrolux szabadon álló mosogatógép, 9 terítékkel, D energiaosztályba sorolással, AirDry funkcióval és késleltetett indítási lehetőséggel.